Hölgyek, urak, folytassuk, és kezdjünk el gondolkodni, mert ez jó. Parancsolj! Gyűlölcsi, a koronával, Szent Koronával kapcsolatban kérdeznék. Kérdezi. Azt tetszett említeni, hogy egy időpont van rajta elrejtve. Én arra gyanakszom, hogy ez a halak világkorszakának az időpontjának a vége, amikor átmegyünk a vízöntőbe, és van egy olyan teóriám, hogy a párta elemeken levő gyöngyök ezért vannak, ugye lyukas gyöngyök, véletlenszerűen, látszólag véletlenszerűen elhelyezve. Mert öt részre osztható a párta elem, egy középső, az égi pantokrátor, és négy égtáj felüli oldal. És azt gondoltam, hogy ezek a naprendszer bolygóinak a tengelyfeldességét mutatják. Nem tudom, hogy ez így van-e. Én is azt gondoltam először, hogy a koronán a föltengerfeldesség van azért, tehát, hogy azért van Ferdin a kerék, nem azért, mert rájut egy Habsburg hülye gyerek, és az elgörbült, be is szakadt, ki is törte a képet, szóval ezért, mert az egy csavarra van rögzítve a tetején a kereszt. Ma válaszolok a te kérdésedre is mindjárt. A csavarra van rögzítve a tetején a kereszt, amit le lehet venni. Kereszt külön, egy csavar, le lehet csavarozni róla, a többit azt nem, de ezt le lehet csavarozni. Na most attól kezdve érdekes, hogy a kereszt nem eredeti a koronán. Nem a kereszttel van bajom, ki kell jelentenem, nem arról van szó. Hanem arról van szó, hogy nem eredeti. Tudnék, a koronának az összes mérete szólban van. Hüveg, ez a hüvelyk, az 2,5 centi körül mozog. Tehát a képek mérete arányos, minden szólva van, a kerülete meg minden szólva van, kivéve a keresztet. Az a probléma ezzel. Mert hogy az 6 centi. Na most a 60 mm az sehogy se stimmel. Mert hogy vagy 50, vagy 7,5 centi, vagy 5 centi körül kellene, hogy mozogjon a 2,5 centinek a kétszerese, vagy háromszorosa, stb. Tehát hüvelykben kellene, hogy legyen a mérete, és nem abban van. És ez elárulja, hogy nem eredeti rajta. A képeket lefeszegették róla, a képek sem mind eredetiek. A hátsó képeket lefeszegették, a hátsó három kép az nem eredeti. Ott hátul a nagyboldogasszonynak a képe volt, két kifele hajló ciprusfával, nem befele hajló, mint a Jézus képen, hanem két kifele hajló, nem ciprusfa, az életfa, és a gyöngyöknek is van szerepe, ugye hát a gyöngyök a dimenziószámot hordozzák, az almandinok, nem, az almandinok hordozzák a dimenziószámot, 64 almandin van a kereszten és a tetején összesen, a pánt részen azon 64 almandin van, és csepp alakú tűzelem. Tehát az a lényeg, hogy azok tűzelemek, azért kúposak, mert tűzelem. És vörösek, ugye az mutatja, egy ilyen vöröses színű az almandi. És ezek a tűzelemek vannak rajta 64-en, és 72 darab gyöngy van, amit te kérdeztél, 72 darab, ami meg hát ugye egy kicsit beavatottabb vagy, akkor tudod, hogy ez a kerubok száma. És nem véletlenek, meg nagyobb volt, meg smici sapka, meg izé. Tehát le akarják szólni, hogy ne legyen egy perc örömöd soha. Ne legyen egy szentséged az életedbe, ne legyen egy szent koronád, ez csak egy ilyen bádog darab, meg smici sapka. Tehát megpróbálja az utolsó örömödet is elvenni. A büszkeségedet. Minden létezhetővel. Csak ezért figyeljetek erre, hogy ne kajáljátok meg ezeket a bosszantó kötözködét, rólkodásokat, nem kell megkajálni. Tessék, Pancsa! Egy nagyon érdekes, nagyon-nagyon rövid cikket olvastam, majdnem két héttel ezelőtt, Oregon, azt hiszem Oregon volt, hogy június 22-én elárvelezik a koronázási palástnak egy pici darabját. Pici darabját. Igen, igen. Utána se volt semmi, előtte se, én legalábbis nem találtam semmit. Hát mi lehet ennek az oka, miért csinálják ezt, hogy képzelik ezt? Ezzel is
Készülnek-e valamire? Hát, hogy annyira megsérült, meg megjavították, meg bestoppolták, meg minden van. Hát igazából a palást is a csalások csalása már, mert a palásnak az eredeti a palást, csak egy nagy bajom van, levágták az elejét. Nagyon nagy darabot levágtak, most egy ilyen félkörív alakú a palást, ilyen félkörív, és eredetileg meg ilyen volt. Tehát még sokkal nagyobb vívdarab volt fölfele, és azt a részt levágták róla. Látszik, hogy hazudik, mert olyan, mint a torony. Igen. Látszik, hogy hazudik, mert hülye a hazugsághoz, de ő nagyon akar hazudni neked, csak te, ha megkajálod, nem figyelsz, ha figyelmetlen vagy, akkor elmész mellette. Mert nézd meg, van a palást közepén egy mandorla, ez egy ilyen szilva maggal, akkor részembe ül a Jézus. És van még két mandorla fölül, pontosabban, ha már nincs, csak egy fél vagy negyed mandorla, ami, ahogy levágták, ott van még egy ív darabja ebből a mandorlának. És ezen az odon teljesen levágták, itt meg egy darabka még megvan belőle, de látszik, hogy ott volt. Látszik, hogy levágták a palást alját. Abba egy arany, egy nagy arany karika volt, ami ilyen krinolin szoknya szerűen eltartotta a palástot. Tehát ez nem csak, hogy fölvette a király, mert nem, ebben nem lovagolt, a koronában sem lovagolt, mint a filmen, tehát ment a Szent István, és akkor lovagolt, akkor soha nem lovagoltak ebbe a koronába. Ez egy avató korona, ez nem fogta magát, és akkor azzal ment a csatába, meg nem. Arra volt ilyen bád korona, amivel ment, de nem ebbe ment. Tessék, parancsolj! Mindegy, akkor is felháborító, hogy a nemzeti ereklyénknek egy darabját kufár módjára elverezik el. Ez olyan, mintha a Szent Jobból letörnének egy újat. Két újat is eladnák. És eladnák. Idéznék egy cikkből, amit ezzel a koronálási palásdarabbal kapcsolatban találtam, mert én akkor meglepődtem egy részleten. 1849-es szabadságharc után erősen megrongálódott paláston Ferenc József 1867-es koronázása előtt jelentős átalakításokat végeztek. Ekkor került ki belőle az aukcióra kínált, aranyszálakkal hímzett és igaz gyöngyökkel díszített darab is. Én nem tudtam, hogy igaz gyöngyök is. Nem volt ott igaz gyöngyök, nem voltak. Mert ott a palást többi részén nincsenek. De elméletileg... Ezt mondja, igen, ezt mondja, látom, tudom. Lehet, hogy ott voltak benne igaz gyöngyök, lehet. Hát a koronán is igaz gyöngyök voltak, ugye, mert hogy van a 72 igaz gyöngy, Lukas gyöngy. Hozzá kell tenni, hogy kifúr gyöngyök. Na most ez már önmagában érdekes, mert ez a Szűz Máriának volt a gyöngysora. Szűz Mária anyánknak volt a gyöngysora. Vagy több gyöngysora is. Mert hogy még ennek a pántrészben is ugyanúgy gyöngysor, Lukas gyöngyök vannak, csak hogy hát mi a lényege, hogy a hány darab van. Képzeld el, hogy 314 vagy 315 gyöngy lehetett rajta, mert annyi fér el körbe. Már letörtek róla, levettek róla, nem pótolták, tehát adtak valakinek, letörtek, fogóval összeroppantott, hogy odaadta, hogy tessék ezt, Szűz Mária gyöngysora. Tehát, hogy a liliumokat letörték, azt mondom, hogy hercegnek odaadták, hogy itt van Józsi, vigyed. Szóval ilyen teljesen gyermeteg, megalázó figurába adták elő magukat, nem egyszer, hanem többször. Butaság? Szándékos butaság, szándékos, igen. És megszámoltam, nem pont annyi. Jó. Alul körbe 144, és fölte is 144, tehát 288, a pártán pedig 72, összesen 360. Az is érdekes. Megszámoltad? Igen, megszámoltam, így összeadottam. A helyszínen? Mert nem a helyszínen, a képeken, hanem hogy 12-esével vannak elrendezve. Nekem a sok, mert én az izének megvan a könyve, az ékszerész, aki írt a koronáról, és abba ennyit írt, és azt gondolom megszámoltam. Lehet, hogy akkor 144-144-ként kell értelmezni a 288. A 144 jól hangzik, ugye, az jól hangzik, de szóval az a lényeg, hogy a teremtő sebességének kellene illene kijönni belőle. Ez és valószínűleg ki is jön, az csak oda kell kicsit figyelni. Házi feladat, a koronaképeket gyűjtsétek össze, és számoljátok meg, hogy a Szilárd jól számolta-e meg, vagy nem.
Nem, mert lehet, hogy jól számoltam, meg számoljatok utána. Tessék, most mi történik, ha valóban tényleg királyság lesz, akkor hogyan lesz ő beavatva a palást nélkül, vagy hogy lesz? Tudunk palástot csinálni. Annak idején, miután hát én az egyik főnemesi családból származom, és van némi információnk a dolgokról, tudod, ez Árpáddal együtt jöttünk be. Tehát nem úgy, hogy valahogy kineveztek ezzé meg azzá, hanem Árpáddal együtt jöttünk be. Már akkor is benne voltunk a fő vezetők között, később is rendszeresen benne voltunk. Tehát akár a művészetekbe, akár a színjátszásba, akár a harcokba. Tehát a főnemesek azok nem az volt a divat, tudod, hogy előre, hanem az volt, hogy utána, érted? Nagyon nagy különbség. Csak próbáld ki, hogy karddal a kezedbe az ellenség közepébe, bevágtad. Na azt próbáld ki. Ne ilyen hogy messziről mutogatsz, hogy na arra menjetek, csak az nagyon más. Az nagyon más. Most ez a divat. Ez a divat. Tehát régen azért a hadvezérek azok elől rohantak, nem hátulról mutogatott. Hát ez nagyon sokat számít. Ez egy másmilyen hadviselés volt, de ezek hősök voltak. Nem fostos ezek voltak, hogy erre mutogat aztán remegő kézzel meg bujkál a bunkerba, hanem hogy sivített a füle mögött a golyó, meg a repkedtek a nyilak, meg a dárdák, meg minden. Hát ezek veszélyes sportok voltak, de férfias sportok. Ezért vedd már észre, tudod, a nők valahogy ezt nem veszik észre. Hogyha egy fiúgyerek csak egy ilyen darab deszkát talál, már mindjárt géppisztolyt csinál belőle. Az anyák nem veszik észre, hogy minden áron ilyen kis üngyüri-büngyürikét akar bele csinálni, és ilyen aranyos, meg kedves, csak egy nagy baj van, nem lesz belőle férfi, hanem majd ilyen harmadik klotyos lesz. Ez a probléma. Mert azt hiszi, most itt hirdeszel, hogy milyen boldogok vagy. Én lelkész vagyok, gyerekek, egyetlen harmadik klotyos nem láttam, aki boldog volt. Soha egyetlen, átoperált, medbe plasztikázott, minden volt, hát azért pár ezer ember azért megmondta nekem a legtitkosabb titkai. De most bocsánatot kérek, boldogot egyet sem láttam. Olyan volt, hogy boldog volt három napig, tudod, de hát ez... Elmegy átoperáltatni magát a Pali, és átoperáltatja magát, és akkor találkozik a haverjával, hogy nővé operáltatja magát, és akkor átoperáltatja magát, és akkor kérdezi tőle a haverja, hogy te, hát ez nem fájt. Hát de érzéstelenítve volt, meg be volt fagyasztva, meg mit tudom én, nem fájt. És akkor, amikor levágták a répádat, az sem fájt. Nem, az érzéstelít, ott nem fájt. És az egész csak ennyi volt. Hát tudod azért, amikor az agyamat zsugorították, az borzasztó. Úgyhogy ez egy igazi feminista vicc. Ennek aztán nagyon örülnek a lányok. Mert nem tudnak tolatni. Az azért van. Kivéve a gyedi bírót, persze, mert a jelenlévők mindig kivételek. Na, tehát hol is tartottunk? A koronánál tartottunk, és az nagyon izgalmas történet. A koronán rajta van az egész az időszerkezet tan. Tehát a teremtés maga rajta van a koronán. Ugye, azt tanítjuk mi, ugye, a lelkész iskolánkban, hogy itt volt a nagyon jó, a Kaktumi Mária. Ez egy kolostorban van, valahol Grúziában, vagy valahol... Uh-huh. Arrafelé, egy oltáron van rajta. Ez ugyanaz a műhely, minimum ugyanaz a műhely, de lehet, hogy a mi koronánkról származó a kép. Bár grafikailag egy kicsit bizonytalanabb a fa. De az az érdekes, hogy a trón, az a fotel, ami előtt áll, az ugyanolyan, mint a koronánkon. És ugyanezt a fotelt és az egész ábrázolást találták meg a Vörös Győző Egyiptomban. A Templom Théba koronáján című könyvébe bemutatta ezt a dolgot. Na, hát egy ilyen egyoldalas ilyen letolást írtak meg, anyázást írtak róla a Népszabadságban.
hogy hogy merészel egy ilyen senkiházi egyiptológuska irkálni a régészeknek, belepofázni a... Szóval ilyen rettető beképzelt rossz duma volt. És hát közben egyébként a Vörös Győző meg a Római Egyetemen tanít meg mindenhol, csak úgy mondanám, meg még több egyetemen is tanít. Tehát ez egy nagyon jó kutató. Ahol leszúrja szerintem az ásaját, ott már talált is valamit. Az olyan régész. Olyan, mint a Schliemann volt. Hát az 12 éves korában megmondta, hogy jön fogja a Tróját felfedezni. 12 éves korában az édesanyjának ezt mondta. Most képzeld már. Ez volt a feladata. Megálmod, ez volt a feladata. Ezzel megszületett, és képzeld el, elment Trójába, leszúrta az ásaját, és ott volt. Mert komolyan vette a görög mondást, hogy hol van Trója. És ott volt. A többiek magyarcoskodtak, nem találták meg. Ez meg oda ment, leszúrta az ásóját, hét rétegben megtalálták. Tehát hétszer is elpusztult Trója, nem egyszer, hétszer elpusztult. Hát ha bevesznek ilyen cselet, mint amit a görögök mondtak a faluval, ugye. Hát most ez az Európai Unió ugyanazt csinálja. Tökre ugyanazt csinálja. Persze. Ki van a faluval? Migráns. Na tessék, francsok. Nem, hát csak annyi, hogy akkor ezt lehet, hogy több mondát és legendát is komolyabban kellene vennünk. Az biztos. Nem csak a mesékbirodalmával számolni. Tehát itt van az a pantokrátor kép, ez a földi pantokrátor. Ott van, ül egy ilyen trónuson, ami egy olyan, mint az én fotelom, csak az sokkal szebb. És azon minden rajta van a kétféle fény, rajta van a két teremtő, ugye? És hát rajta van ő, aki megint fontos szereplő az egészben. És ez a két csepp alak, ez nem más, mint a két teremtő. Ez nem fa, mert azt mondja, ciprusfa, meg mit tudom, ilyen fa, mit látnak bele. Ha megnézed a fáknak a törzsét, akkor ugyanazt látjuk, mint az előbb a Kárkirchénél, ugye? Kárkirchén, nem tudom kimondani, hogy sem. Károly, tudom én, hogy Károly, tudom én, értettem én. Az a lényeg, hogy a fának a törzsén a föltekeredő kígyószerű, akármi motivum, az ez ellentétes, jobbos-balos, ugyanúgy, mint a Károly templomnál, ugyanúgy ellentétes a két oszlop, ami ott áll a templom előtt, Bécsben meg lehet nézni. Hát be is mutattuk a képet, de Bécsben azt meg lehet nézni. És az a fontos, hogy ezen a pantokrátor képen a fa törzsén van ez a dolog, ugyanaz megjelölve. Ez a két teremtő. A csepp alaknak a struktúrája az a sebességet mutatja. Tehát ez egyel terjed és valamennyivel halad. A fa törzsén lévő ilyen spirál az a forgás irányát mutatja. A csepp alak az megmutatja, hogy milyen a sebessége, és a csepp alakba felrajzolt mandorla, tehát ilyen kacskaringó jobbra, kacskaringó balra, virággány nyílik, ez a tükrösünkön mindenhol ott van, és ez a mandorla az, amelyik a pápának a pásztorbottya. Nem a birkákat terelgeti azzal a pásztorbottal, dehogy is. Ki teszi eléd így a megoldást? Te meg mit csinálsz? Birka, be. Hát ennél tovább kéne már jutni. És nézd meg, hogy rajta van a ott is a pásztorbotra, a jobb, akkor mert sok van, ami készült, ami nem volt szakszerű, de volt, amelyik szakszerű. Ilyen bogyók vannak rajta. Hát miért vannak rajta bogyók? Hát azok az oszcillációs ütemek. Hogy hányat rezeg, amennyit eddig ennyit halad, hányat rezeg közben. Egész fantasztikus. Tűnik, ez egy fénysebességnél gyorsabban száguldó tűzelemet ábrázol. Vagyis, hogy a tahionokat, édeseim a tahionokat, megvan a fizikában. Ott van a karfáján a két bindu, ott van a jobbos és a balos, hoz egy-egy ilyen négyszirmú virág, hát ez nem virág, meg nem négyszirmú, más baj nincs is vele. Csak amit belelátnak. De kicsit ennél tovább kéne lépni, és az a lényeg, hogy az egyiknél, ha jól látom, egy fekete ilyen valami van, a másiknál meg egy fehér közepe van ennek a bindunak.
És 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4. 4 plusz 1 inkább. Igen, ott, igen, ott nem tudom, nem tudom. Ja, azon is Fejér György van, most látom. Igen, tehát az a lényeg, hogy ez ki van rakva elénk a megoldás. Ez maga a teremtésnek a fő elemei, ami ki van eléd rakva. És ott van a Jézusnak, ha megnézed a térdén, egy ilyen spirál van. Az a levegő elem. Mert ő a Szentléleknek a képviselője, vagyis a Szent Szélnek a képviselője. Ő maga az a Szentlélek, ő maga a Szentlélek. Tehát a forrás ki van rakva a karfára, a két forrás, mert ő a kiáradás, a Jézus az már a kiáradás, az Atya az a forrás, a Jézus a kiáradás, és ennek a hurokba záródott változata, az ott van a még nem hurokba záródott változat, az a két ciprusfa, az a két csepp alak, és a két csepp alak miben rohan bele? Két kerek vízelembe rohan bele, ha megnézed. Tehát arra irányulnak. És hol találkoznak? Jézusnál. És hol találkoznak Jézusnál? Hát persze. Gyűlvács, az ötvösség, az ötvösműnek a színvonalát, kidolgozottságát, így azért említsük meg, hogy ez a kép hozzávetőlegesen 4-5 cm magasságú. Így van. Tehát most, hogyha az egész 4-5 cm, akkor mekkora Jézusnak az arca, mekkorák ezek a kis közök, ahova beszórták a port, amit aztán kohászati úton oda beolvasztottak, és megjelent a túlzomát. Ja, és hát ugye ez ilyen kazettás festés, tehát ilyen arany kazettákat csináltak, hogy ne folyjon szét, de nem az volt a trükk. Mert nincs rajta mindenhol, az arcánál, bajuszánál, stb. Nincs is ilyen keretezés. Tehát nincs nagyon vékony aranykeret, hogy ne folyjon szét a festék, és nem folyik szét. Tehát a szeménél például nincs. Látod? Igen. Olyan festéket, olyan zománcot, ez zománckép, olyan zománcot tudtak csinálni, hogy nem folyt szét. Ha ilyen zománcozol, akkor az nem egyszerű azt úgy megcsinálni, hogy ne folyjon szét. Hogy ne olvadjon el az aranylemez, ne görbüljön meg az olvasztásnál, ne patogjon le róla ez a zománc, nem egyszerű. Tessék, parancsolj. Ezek a négyzetek, pontosan a négyszögek itt a fény. Fotel oktoide, két oldalán. Tehát itt látok. Tér, oktoide. Igen, tér, fény, így van. Megfejtették, oktaider kocka, oktaider kocka, igen. Tehát fény meg fény. Mind a kettő fény. Talán ott, ha még egy kicsit jobban megnézzük, az a fehér ilyen furcsa, a spirál alatt lévő ilyen fehér, az a négy fekete szív van benne, lefele álló ilyen szívszerű forma, az is úgy néz ki, mint egy tűzelem. Lehet. Igen. Lehet. És ez egy nagyon fontos ábrázolás, mert a teremtés maga ezen már rajta van, ezen az egy képen. Nagyon finom kidolgozás. Olyan finom kidolgozás, hogy ilyet Európában akkor senki nem tudott csinálni. Tehát a pápától nem kaphatta a pápától úgy, hogy a pápa csináltatta Szent Istvánnak, nem kaphatta ezt a koronát. A pápának ilyet nem csináltak. Hogy aztán tovább nem tudtak ilyet csinálni, nem volt ilyen aranyműves, aki ezt meg tudta volna csinálni. Ilyen aranyműves Korezmben volt. Korezm, az az Arató meg a Káspi között van. Ott van valahol. És a Mohamedánok földulták, de a Korezmből egy csomó aranyművest a bizánci császár odahozott magának, hogy csináljanak neki ilyen ékszereket. Pénzt adott nekik, meg mindent, csak csinálnak neki ilyen ékszereket. Szerencsére így átmenekült a tudás a mai Isztambulba, ugye, mert az Bizánc volt, Konstantinápoly volt, meg mindenféle néven szerepelt, és átmenekült a tudás, és az volt az érdekes, hogy például ezek a gyöngyrótok, amelyek keretezve van ez a kép, amit itt most mutatsz,
meg azok a filigránok, azok is finom, vékony gyöngyökben vannak. Volt ilyen, a nagyanyámnak ilyen mángorlója, csigatésztát csinált vele. A csigatésztákat csak Jézus ünnepein csinálták. Volt hozzá egy ilyen kis deszkás lapocska, és a deszkalapocskának volt egy pici fogantyúja, de az volt a lényege, hogy ez ilyen csíkos volt. Igen. Ilyen kis tarajok voltak rajta végsűrűn. És akkor volt hozzá egy ilyen kis pácika, ami kúpos volt. Ami úgy nézett, mint a tahéja. És akkor volt ilyen, vágott a nagyanyám ilyen nézet alakú kis, mint amilyet a káposztás tésztához is vágott, de azzal föltekerte rányomva erre a recés felületre, rányomva ezt a pácikával, és ilyet csináltál ilyet? Na, és akkor azzal, igen, én is csináltam gyerekkoromban, mert a nagyanyám mutatta nekem, csináltam én ilyeneket, és azzal mit csináltok? A teremtőket, a rezgését vonták oda a Jézus ünnepeire, meg az esküvőkre. Az esküvőkre, az esküvőkön kellett ilyen csigatésztát csinálni. És tehát nem azért, mert ráértek meg ezért, nem, odahozták azt az erőt, a teremtésnek az erejét odahozták, hát egy fiatal házaspárnak mit kell, a teremtési erőt kell, megegye a teremtési erőt, hogy aztán egészséges utódokat hozzon létre, nem ilyen harmadik lotyosokat, hanem egészséges utódokat hozzon létre. Mert ez nagyon lényeges eleme volt az egésznek, hogy ez egy titok, amit most elmondtam, hogy ezt azért csinálták ezzel a kis tésztákkal, kis tésztákat főzték, és milyen tésztával, hogy lehet tésztával, hát úgy komám, hogy nem értesz hozzá, és belepofázol mindent, és mindent leszolsz, de közben ezzel átadták az erőt. És közben énekeltek olyan népdalokat, ami még föltöltötte ezeket. Hát oda vonzotta az erőt szintén. Hát persze. Oda vonzották az áldást ezekre a fiatalokra, de halotti tornál is láttam. Ott nem miért. Halotti tornál is láttam, hogy ilyen csigatésztát csináltak, láttam. De a esküvőkre mindenképpen biztos. Arra nagyon csinálták, meg karácsonyra, meg húsvétre is csináltak. Igen. És akkor csinálták a bajglit erre a két ünnepre. Igen. Ami egy spirális tészta, vedd észre, hogy Jézus térdén ott azt a spirált. Tehát a bajgli az a levegő elemet vonza oda, vagyis a szent lelket. És ugye kétféle bajglit csináltunk, ezt később szanaszét újították, de kétféle volt alapvetően, a mákos meg a diós bajgli, ugye ez a kettő. Egy tészta és egy édes mák főzet, mert az megfőzték a mákot, az nem csak úgy nyersen volt belerakva. Tejbe. Csináltak egy ilyen krémszerűt belőle, és a dióból is, nagyon finom volt, és akkor abba becsavarták. Tehát ez a becsavart tészta még a kiflinél is azt az erőt vonzott oda, akár iszod, akár nem. Tehát a pékek is egy beavatott valamit csinálnak. Mert a kiflit ugyanígy fölcsavarják, és akkor ilyen rétegezett lesz, amikor megsütik. Amikor szétszedtük, ilyen foszlós volt, szétszedtük a kiflit, milyen jó volt az. Így. Hát igen, és akkor ugye az önmagában visszaforduló rendszert mutatta. Tehát az is egy szakrális, de ugyanúgy a lópatkó az, ami a szerencsepatkó. Ugye miért szerencsepatkó? Hát azért, mert az univerzumnak az egyetlen szerencséje, hogy ez a visszafordulás megtörtént. Méghozzá ilyen patkó alakú útvonalon történik, meg nem kör, meg nem, ilyen patkó alakú útvonalon. Tessék kiszerkeszteni, és ki fog jönni a patkó alak. Vagy meg lehet keresni a hunok.hu. Beírod azt, hogy hunok.hu, megtalálod, ott rengeteg ehhez kapcsolódó anyag van, tessék megnézni. 1000 oldal, sok van. De nem ám olyan, hogy van róla egy fél oldal. Nem, rengeteg anyag van. Nézegesd meg. Az időszerkezettan többször nekifutással van elmondva, tehát elmondok valameddig, akkor alkalmazásokat mutatok, akkor megint elmondok, még ugyanazt elmondom még egyszer, de most már másképp. Azért mondom el másképp, mert most már majd egy másik alkalmazásra fogok vele rámutatni, hogy az meg ott jelenik meg. Egész fantasztikus. Tehát ott vannak a lehetőségek, hogy te megismerd a teremtést, tessék megismerni. Nem el kell hinni, hanem meg kell ismerni. És akkor megismered, akkor rájössz arra, hát gyerekek, az egész atomfizikát erre szépen rá lehet építeni, minden működik benne. Mert ugye
valahol az emberek fejében, mondjuk egy ilyen vidéki az, hogy fejben az atomfizika, hát az egy elérhetetlen, valami csodája van. Valami olyan professzor, aki már nem is tudom, a mennyekbe jár, tehát valami ilyet képzel hozzá. Most közben fenét. Ő maga a süteményekbe belerakja az atomfizikát, csak nem tudja. Vagy tudja, hogy ez szent, de nem tudja már, hogy miért. Elfelejtődik. Minden tudás erodál egy idő múlva. Ez ezer évekről van szó, erodál. De a mesékben sikerült megőrizni. Mert azok a leépítők, akik mindent lefikáznak, mindent leszólnak, azok a leépítők, azok, ahogy megtudják, hogy én elmondom, hogy ez mit jelent, abban a pillanatban elkezdik leszólni. Mert ez az összes életükre is legyen jobb örömök soha életükben. Na, ez lesz a legjobb örömöt, komolyan. És ennél jobb ne is legyen, soha ez legyen a legjobb örömöt. Aztán majd nézegessé. Majd a depresszióban beszélünk a pszichológussal. Hát most na, valamit jelentkeztél. Igen, Gyuri bácsi, azt akartam visszatérni a korona gyöngyeire, hogy ugye azzal az elméletem, hogy bolygó tengely felbességére vannak állítva, a négy égtáj pedig, hogy abban a pillanatban a négy égtáj felől, mondjuk a nyilas, síkrek, stb. Felől, hogy állnak ezek? Mert így ki lehetne számolni egy bolygóállás, hogyha nem hiszem, kijelölünk nem négy. Hiszem. Azt nem mondom, hogy nem jelent semmit. Na, mert néha a lyuk fölfele néz, néha eltűnik. Igen. Mert mindegyik gyöngyukas, azt nekem senki nem mondja, hogy a királynak annyi pénze nem volt, hogy nem lyukas gyöngyöt tettessen rá. Azt nekem senki nem mondja. De majd tessék észrevenni, hogy a István király, akkor rájött, hogy hogy átverték, rájött azért, nem volt, ő szent volt a maga idejében, tényleg szent volt. Tehát, ugye úgy hozták neki, hogy apostoli, de én úgy hoztam neked, hogy apostoli, de te apostol vagy, így hozták neki. Tudták, hogy apostol, valamelyik apostol, ugye? Régebbi apostol, csak most megszületett. A lélekvándorlás meg ugye nincsen, kivéve a feltámadás, mert az lélekvándorlás. Szóval az ellentmondásokat érdemes észrevenni. Ő benne, kinek a lelkére ismerhetünk rá? Jánosban, kinek a lelkére ismerhetünk rá? Illés lelkére ismerhetünk rá. Rögtön ott van az, hogy de akkor ő Illés? Nem. Ő János? Igen. Csak Illés lelkére ismerhetünk rá. Nem érti, hogy az a lélek volt Illésben is. De az most ne, attól kezdve nem mindig Illés lesz. Tehát itt van, nem érti. Az a lélek most János néven. Ez a lélek most János néven él. Igen. Egy másmilyen test, nem csak is abban a testben, volt. Egy másik testben. Lehet, hogy még csak egyáltalán nem is hasonlít Illésre. Illés az Illés meg a téridővel foglalkozott. Az Illés szekere, meg ott a téridővel foglalkozott. Mondta is, ugye, hát hogy mintha mind a ható zúgását hallanám. Hát a téridőnél mit hallgatna, mint a mind a ható zúgását? Hát tudnék, az téridő az miért zúg? Mert egy frekvencia. Egy állandó frekvencia, tehát zúg. Egy hangon zúg az egész. Hát inkább sipol ez, nem? Szóval nem hallod a füleddel. Az egy őrült magas rezgés, ha mondja. Ez keleten az OM, tehát az AUM. Igen. Hát ott úgy rezgetünk. Pontosabban a ki nem mondhatatlan rezgés a végén. Mert az AUM az azt jelenti, hogy proton, elektron, neutron és energia, fény. Ez a négy valamit jelenti az AUM. De a végén van egy ki nem adott, tehát egy lezáró rezgés, az energia. Igen. Mondjuk ez töltés ez a... Persze. Ez az óm jel is, ez tölti. Tehát a fénykvantum szerkezete van ott a Jézus képen, amit most fönt raktál, ott van a Jézus képen, ott van a fénykvantum. A 8-as szimmetriájú. És a másik mellette meg egy 9 pötty van. Ugye majd az is milyen érdekes, ugye, hogy van 8 pötty, meg 8 ilyen tűzjel, vízjel, mellette meg ez a hold, és akkor ebbe csillagot meg holdat látnak, hát jó, tessék parancsolni. Nem lehet, hogy mondjuk egy másik csillag,
És egy bárka. Hidói bárka. Hát bele lehet látni bárkát is, csak nincs vitorlája, nincs rajta építmény. Igen. Ez csak egy ilyen levágott nagy köröm, mit tudom, micsoda. Kecske köröm. De hát annyira nagyon nem... Nem Noé bárkának. Ezt ki bele lehet magyarázni, de nem, szerintem nem. Mert a Noé az már egy későbbi dolog volt, az anyagi részecskék születésénél a Bibliában jelenik meg a Noé. Az anyagi részecskék egy borzasztóan bonyolult struktúrába keletkeznek, és ez a nagyon-nagyon bonyolult keletkezési táncban ott van, a Noé-nál van az elektron. Aztán utána elindult a teremtés a négy jégtájba, Izrael törzsei elindultak a négy jégtáj irányába. Na most az egyik irányban meg a tenger volt éppen. Tehát elindultak a négy jégtáj irányába, de ott azért jól lehetett látni azt, hogy ott valami másról van szó, másról beszél. Mert hogy utána alakulnak ki a paradicsom fái, meg ilyenek, az a anyagi részecske belső világa. Tehát ezek a paradicsomnak a fái, amiről Éva szakította az almát, ami pont egy forrás, ugye? Pont forrás alakja van neki az almának, vagy paradicsom alakja van. Tehát a paradicsomból kiüzetett, de mi volt ez a paradicsom? Tudod, itt is az van, ez egy ilyen nagyon szép pásztor történet, nincs vele nekem semmi bajom, csak hát ez egy egész más jelentést tartalmaz. Tehát az Isten elmagyarázta nekünk az anyag szerkezetét. Ez nem rosszabb, meg nem meggyalázása, meg nem ártása, dehogy! Elmagyarázta nekünk, hogy ne legyünk már ilyen együgyűek, tudod? Hogy a kecskeszar potyogásával legyünk elfoglalva. Tessék már innen, fiam, tovább lépni, tanulj egy kicsit, hogy működik a fény, hogy működik az anyag, ezt tanuld meg, csinálj űrhajókat, csinálj ezt. Tehát azt, annak örül az atya, ha te fejlődsz, annak nem örül, hogyha ülsz, mint a seggés. Te nézd már meg, egyre passzívabbak az emberek. Hát, annak nem örül az Isten, hogy mindenki passzív, nem csinál semmit. Bámulja a trubadurlánát, aztán nem csinál semmit. Ez katasztrófa. Nyomkodják hozzá. Vagy nyomkodja a telefonját a fiatalok. Ilyen, az egy pótcselekvés, nem tud mit csinálni, nem szólnak hozzá, már beszélni se tud szerencsétlen. Hát nézd meg a szókincsét, 300 szó. Hát nézd meg, vedd föl Magnóra, hogy mit beszél 5 órán keresztül a haverjával. Vedd föl, úgy, hogy ő nem tudja. Aztán számold meg benne, hogy hány szót használ, és akkor kiderül, hogy 300 szót használ. A káromkodások között, amit ismételget. Jó, volt izé, hogy is hívják a nagyanyáinknál is, ott. Hogy is hívják azt. Egyébként, de pont most reggel, amikor a kocsit kivittem a parkolóba, jöttem visszafelé, és az elvár egy fiatal lány, volt ez, és akkor most az izé, tudod, a mentem, és az izébe izé, tehát körülbelül tízszer mondta az izét, amíg átértünk az elvár. Igen, mert, hát, mert nincsenek szavai. Igen. Minden izé lesz, mert nincsenek szavai. Nem tudja, hogy mondja. Agyilag zokni. Titok zokni agyilag, nem is zokni, titok zokni. Valószínűleg ezért szokták mondani, hogy egy idegen nyelven elég, hogyha megtanulsz 300 szót, mert igen. Azzal már elboldogulsz. Igen, azzal elboldogulsz, tényleg. Olyan nyelven, de még kevesebb is, ezek szerint. Igen, hát egy pásztorember sem sok szóval beszél. Mert ugye nincs a birkának, mit beszéljen. Kecskepásztor számolja a kecskéket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, szervusz drágám, 8, 9, 10, tehát így működik. Egyedül van, nincs aki ezt szóljon, csak főzni tudnál, levennélek feleségül, te drága. Na, mondja. Van az a régi székely vicc, hogy az asszony mondja a fiának, hogy sosem mondod, hogy szeretlek. De 20 éve is mondtam, hát, és a változás lesz, szólok. Hát igen, ez így van. Azért nem mondom, mert egyszer mondta, kész. Ül a székely a szekéren, egyszer csak lecsap mellettük a villám, ül az asszonnyal a szekéren a bakon, és lecsap a villám. Lecsap a másik oldalon a villám, őrült nagy detonációval. Na, egyszer csak belevág mellette az asszonyba, eszenesedve ledől, na azért. Na, az a szűk,
szűk szavakkal is el lehet mondani a lényeget. Na, van-e valami kérdésetek? Látom itt a szent jobbot. Miért vágták le a kezét? Azt később vágták le. Rendben, de... Keleten a tolvajoknak vágják le a kezét, szóval mindegy. Ezt később vágták le, mert hogy nem romlott meg. Romlatlan volt? Romlatlan volt, igen, nem romlott meg. Ajj, és jaj. Akkor később kihantolták, megnézték, és akkor kiderült, hogy nem romlott meg. Az egy másmilyen test, a romlatlanok másmilyen test. Másmilyen test keletkezett a lelkek köré? Egy másmilyen alkontest. Igen. Mi az az alkontest? Hát ez egy fejrének egy változat. De ez romlatlan, tehát ez olyan, hogy nem romlik meg. Ilyet találtak a Holdon. Ja, az a nő. Ilyet találtak a Holdon, és hazahozták. Lefilmezték, hazahozták minden. Vagy nem tudom, hogy hazahozták-e, de lefilmezték, az biztos. Mert nem tudom, hogy hazahozták. Tehát elkezdett romlani, ha mikor... Nem romlik az annyira, nem. Hát az egy ilyen őrült nagy űrhajóból szedték ki, de bazi nagy űrhajóból. De akkorából, hogy rajta van az Apollo 20-nak a címerén az űrhajó, amit két ilyen kis tákolmánnyal hoznak haza. Van a Holdcomb, meg a Hold körül keringő egység, és azokon lóg és párgán egy 3 kilométer hosszú űrhajó. Na jó, hagyjatok már, hülye gyerekek. Tehát egy ilyen, olyan, mint hogyha egy Trabanttal meg egy Velorex-el kellene hazahozni. Hát szóval jó van, gyerekek. Amit tudom én, micsodát, valami őrült nagy szobrot hazahozni. Hát nem arra való. Hatalmas nagy űrhajók voltak, és azokban gondolom, hogy volt sok halott. A Holdon lezuhant űrhajó. Igen, ott volt, abban biztos volt. Mi egy földerítettünk, azon 6 millió alatt volt körülbelül, egyet földerítettünk. De azok nagy részben szürkék voltak, nem ilyen emberek voltak nagy részben, mint mi. A parasnokok ilyenek voltak. Ha egyszer majd bejátszom nektek, félelmetes. A felderítést félelmetes, nagyon félelmetes. Tessék, parancsolj. Mi történik ezekkel a lelkekkel? Itt rekednek a naprendszerbe, vagy...? Igen, hát nem tud kimenni a naprendszerből, ha csak nem nagy lélek. A nagy lélek az ki tud menni, de az sem mind okos. Tehát az is el tud tévedni. El tud csúszni. Nem talál az életbe azon. Mondjuk egy 3D-s lélek, ilyen itteni 3D-s lélek kimegy a 4D-be, nem talál vissza. Ott fog koborolni évmilliárdokig. Nem talál vissza. Amíg meg nem találják, és akkor úgy... Ha megtalálják, akkor kimentik, igen, kis hálóna itt van, azt kihalásszák kis hálóval. Miért, hogy visszegyük össze a halakot a szőnyegről. Igen. Tehát összeszedik, meg megcsinálják, de a lényeg, hogy egy buborék veszi körülbelül az egész naprendszert, és ez a buborék, ez egy ilyen elszakíthatatlan, olyan vékony, mint az frissen tartó fólia, tudod, amit árulnak, ilyen baromi vékony fólia, hogy rá lehet a tányér tetejére húzni, és akkor nem romlik meg annyira. Na, ugyanilyen vékony, és ilyen fehéres, de ha megnyomod, akkor így nyúlik. Olyan, mint egy ilyen fólia lenne, teljesen, de ráz, mint a rossz sem, olyan, mint a villanypásztor. Tehát így megnyomd, nem jó megnyomni. Azért, hogy a lelkek ne piszkálják. Villanypásztorban van előadva. Igen, mert a 3D-s lelkek itt kell, hogy fejlődjenek, ez egy óvoda kerítése. Az óvodát is be kell keríteni, hogy ne menjenek ki csak úgy a gyerekek a 8-sávos útra. Hát, mert kimennek. A gyerek az kalandot keres, az kimegy. És akkor aztán elcsapják szerencsétlen. De melyik gyerek eljut oda? Az már tud valamit? Az már tud valamit. A túloldalában, jó sebes úton, azt tudom. De oda születni kell, oda születni. Igen. De ja, megjegyzik azt, ha valaki eljut? Megmutatom nektek, milyen szépet kaptam. Bocsánat, hogy kijöttem a képből, tessék. Ilyen szépeket kaptam, nézzétek meg, a 77. születésnapomra. Ilyen 7 éves korra valókat kaptam, de kettőt, úgyhogy 77.
Nem mondtam, hogy kéthetes vagyok, hát csak a kéthetes vagyok. Kaptam ilyen gyönyörűeket, és ez működik. Na. Tehát nem szállt el, itt van. Mert ilyen izék, mükenlók, ilyen csillagok vannak. Az egyiken kék, a másikon zöld. Nem, ilyen nehezék. Elne szálljon. Gyerekektől elszáll sokszor a lufi. Na, Gyuri bácsi, Szibériában találtak a 70-es években egy olyan szarkofágot, amit kinyitva, nem is tudom, milyen hercegnőnek hívják. Igen, láttam a képet, igen. Igen, én is kaptam. Megállapítottak a kor meghatározása, hogy 800 millió éves, egy nagyon szép, tehát mostani. Lehet, hogy a kor meghatározás nem pontos. Jó, hát a kor meghatározás. Egy kék folyadék volt ugye abban. Igen, és hogy kivették el, levették, elkezdett nagyon romani, gyorsan visszaszivatni. De visszatették, és megint megjavult. Igen, igen. És ez eltűntették, igazából ez a lényeg, hogy eltűntették, és ott tulajdonképpen a falu lakóinak is mondták, hogy hát erről ne beszéljenek. Meg se történt. Igen, ez itt a Földön sokféle lényét. Rendszer volt. De akkor ez egyszerűen 800 millió évvel ezelőtt is volt meg a vasszintű civilizáció. Ah, még milliárd évekkel ezelőtt is, persze. Hát a Krémónak, a Thomsonnak a könyvében milyen érdekesek vannak. Tehát, hogy a 60 millió évvel ezelőtt volt a, mondjuk a fekete szén, amikor keletkezett, a kormeghatározások. Szerint a karbonkor, és akkor utána érdekes módon egy aranyláncot találtak benne a szén között. Vagy a másik helyen meg egy kőfalat találtak a szénben benne, a nagy szénbányában nyomták a bányászok, ezzel csak egy kőfal. Mélyen a föld alatt. Szóval ilyen őrületek voltak? Ó, sok ilyen volt. Mert hogy a föld már régóta lakott. Más civilizációk is éltek itt, nem csak ilyen homo sapiensek, mint mi. Tehát ez a fáról lemászott történet, ez nyomják, de én ebben nem annyira hiszek. Nagyon aranyos volt, a Tűnő utcai kollégiumban volt egy előadásom, mikor a 92, nem nagyon. Ott a rendszerváltás idején volt egészen még, és nagyon érdekes volt, mert az előadásomra beültek ilyen régi ismerős tanárok is, meg, tehát beült professzor úr, meg beültek, és föltettem a kérdést, hogy mégis ki mit választ, hogy őt az Isten teremtette, vagy az őse valamilyen cickány volt, aztán lemászott a fára. Senki nem választotta a majmot, mint őst. Senki. Egy felvilágosult budapesti orvostudomány, egy Semmelweis orvostudomány egyetemnek a kollégiumába senki nem tette föl a kezét. Mindenki azt választotta, őt az Isten teremtette, de a professzor is. Hivatalosan ilyet ő nem mondhatott, mert akkor repült. De ez akkor is. Ez egy gyenge pillanatok volt. Ez egy gyenge pillanat, aranyos volt. De már ismertem személyesen is évek óta, szóval nem, én tudtam, hogy ő kicsoda. Beszélgettem már vele régebben, meg mit ismertem. Nagyanyám ott dolgozott, ilyen kaja egyet hozott, és oda jártam kajálni a külső telepre, belső telepre, oda jártam kajálni. Dolgoztam is a zsebőklinikán, előtte közvetlenül, tehát ismerős volt onnan is egy csomó professzor, hát ilyen, akiket én személyesen is jól ismertem. De együtt ebédeltem vele, beszélgettem vele, mit tudom én. Tessék, Ancsa. Egy picit visszatértünk az űrhajókhoz. Most itt a Földön is nagyon terjed nálunk a 3D-s nyomtatás, és igazából most már ugye fémet is tudnak nyomtatni, ilyen légeres csepegtetéssel. Lezont Földön kívül űrhajóknál nem találtak illesztéseket, hézagokat, szegecselést, ilyesmit. Úgy tűnt, mintha egybe lett volna az egész. Lehetséges, hogy nyomtatták azok? Nyomtatták, igen. Tehát egy olyan technológia. Biztos, hogy nyomtat. Láttam ilyen nyomtatót, nyomtatták, igen. Egybe. Tehát semmilyen hegesztés, illesztés, szegecselés, semmi nem volt rajta, nyomtatták az egészet. Fémből nyomtatták. Nagyon soronként, rétegenként? Soronként, rétegenként, mint hogy mi nyomtatjuk. Hát mink is nyomtatunk ilyet a Petivel. Ez azért is jó, mert akkor tulajdonképpen a nyomtatásnál a megfelelő kristály szerkezetet is közül alakítani. Tehát, hogy egy ilyen, tehát a, mondjuk a fém rács szerkezetbe, illetve akár ötvözőket is meg tudok elhelyezni. Nem egészen úgy nyomtatják. A jobbak már nem ilyen soronként, rétegenként nyomtatják, hanem ilyen ködből, nem tudok más mondani. Sütik. Nem. Belerakják. Legyen van benne. Egy hologram, és egyfajta gőzt árasztanak rá.
És ebben a gőzben mindenféle atomok vannak. Igen ám, de a hologram előírja, hogy oda milyen atomnak kell menni, és atomi szinten van összerakva. És ott marad benne. És az ott marad benne. Ugyanez van benned is. A holografikus tárcsolat, tértsek. A holografikus ugyanígy működik benned, tehát onnan tudja az érsejt, hogy ő neki érsejtnek kell lenni. És nagyon érdekes, mert csináltak ilyen érnyomtatót. Tehát élő sejtekből nyomtattak eret. Ilyen 3D nyomtatóval. És utána bevarták a helyére egy szakasz érnek. Képzeld el, hogy ez teljesen homogén, egyforma sejtekből volt nyomtatva. És egy kis idő múlva elkezdett belső, külső fel lenni, minden átalakult. Mert a hologramba benne van, akkor a sejt az első osztódásnál már a hologram parancsát követi. Mert benne van a hologramba, a sejt hologramba benne van. És ez a sejt hologram atomi szinten ábrázolja azt, amit neki meg kell valósítani. És abba osztódik bele. Hát, hogyne, abba osztódik bele. És ugyanígy csinálják az űrhajókat. Mert az űrhajó atomi szinten összerakodik. Ilyen gőzszerűből nyomtatják, és egyre jobban látszik. De ezt te tudatoddal is meg tudod csinálni. Tehát ilyen teremtést én tanítottam teremtő karddal, és ahogy megcsinálja magának a boldogtalant, ki teremt magának a boldogtalant, s mint védangyalának bókonutalan. Debrecenben egy tanítvány egy piros Porsche, egy sportkocsit, kabriolét nyomtatott magának agyilag, és jön vissza a meditációba, és fogdossa az órát. Beverted az orrodat, honnan tudod? Mert a tenyerébe egy mutatott, és itt egy kabriolé legyen, és lerántotta a kezét, hát az egy tonnás nagy dög, érted? És lerántotta a kezét, és lefejelt az ajtót, és az autóját lefejelt a... És fogta az orrát, mikor visszajött volna. Ez a piros kocsi, az szép, de hát azért úgy beleverted az orrod rendesen. Micsoda szerencsé, hogy nem egy lánctalpast tervezett bele. Azt is lehetett volna. Úgy rátette volna a kezére. Úgy rátette volna a kezére, aztán ilyen lapos keze lett volna. Lehetséges, hogy a piramisokat is így hozták létre? Nagyon. De akkor miért nem homogénebb? Ötve van egyébként a piramisok. Amit eddig meg tudtunk nézni, én sose voltam a piramisoknak, szóval ezzel teszem. Tehát én nem voltam. Viszont néhány barátom volt, akiknek hiszek abban, amit mond, mert azért értenek hozzá. És volt, amelyik ott hónapokig dolgozott kint Egyiptomban, tehát nem az van, hogy átszaladt egy turista úton, hanem ott dolgozott. Bejáratott a vizéknek, ilyen egyiptológusoknak dolgozott. Szóval bemehetett mindenhová, mindenféle raktárban, múzeumban, meg olyan helyekre is, ahol az egyiptológus bemehetett, de a közönség nem. Ó, rengeteg dolgot fedezett fel. Atomreaktort, meg ilyeneket. Atomreaktort. Kairó mellett még mindig működik, képzeld el. Még mindig működik. Tehát ez egy olyan srác, hogy ebben van spiritus. Ez felfedezte, megcsinálta. És nem akkor volt is. Mit? Bocsánat, nem volt bekábelezve az a reaktora, bekábelezve a piramisokhoz? Nem tudom, hogy az mit csinált, hogy mihez termelt áramot, de a piramisok még mindig működőképesek, csak már kicsit silányabbak, mint voltak, amikor megcsinálták. De a rezonanciái már pontatlanabbak, de még működik azért az. Tehát ezek a piramisok el fognak süllyedni. Aha. Akkor ne vegyünk már. Elmennek a föld alá. Aha. El fognak süllyedni. Onnan tudjátok, hogy itt a vége, fussá véle, hogy a piramisok elsüllyednek. Érdemes erre figyelni, gyerekek. Akkor kibontjuk a legöregebb biztét. Úgyhogy nem baja, van ilyen egyiptomi ismerősöd, aki azt mondja, hogy na, most süllyedt el. Na, a főhírekben nem lesz biztos. Főhírekben nem lesz biztos. Főhírekben nem lesz, már nem is lesznek főhírek akkor. Nem lesz rá egy tömegszerkeszteni? Szóval szétesnek ezek a rendszerek rövidesen. Azért szétesnek. Mert egyre őrültebb, és a végén szétmegy darabokra az egész. Azért térjünk már vissza a piramisról, hogy miért süllyed el?
Valamiért eltüntetik a szemünk elől. Nem lehetséges, hogy ott akkor bent valami történik? De, abszolút lehetséges, abszolút. Bent valami egy... történik, igen, abszolút. Esetleg egy olyan... Visszatesznek bele olyan egységet, ami most nincs benne, igen. És akkor működőképessé válik. Transport. Hát teleportálják bele, nem úgy, hogy fúrnak egy lukat, hanem... Itt van, meg ott van bent, aztán kész. Vagy az egész testnek föld alatt kell lennie egy homogén úgy van. Közegben. Úgy is építették. Hogy meg kirakom majd ezt a lutit, mert befújja ide a szét. Na, tehát úgy is építették, hogy a legalsó réteg nem bírná el, okta ide rá a kapiram, és kezdjük úgy. Tehát nem gula. Minden piramis lefele is piramis. Négyzet alapja van a piramis, nem a háromszögletű a piramis, nem három, hanem négyzet alapú. Az okta édernek van négyzet alapú négyzete. És fölfele is van egy piramis, meg lefele is. Tehát az azt jelenti, hogy kétszer annyi anyag van benne, mint amit képzelnek. Nem földi technikával épült, nem ilyen gyermeteg húzigájuk a követ, nem így épült. Annak látszana a nyoma, nem is találtak rá ilyen nyomot. Tehát én valahol elviszek 6 millió tonna követ, akkor óhatatlanul zömül az út. Nem tud nem zömülni, mert elvittem rajta 6 millió tonna követ, bim, 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 bim. Mindegy, hogy teherautóba vittem el, mit tudom én, mivel vittem el, az is megnyomja ott az alapot. És ettől kezdve már probléma van. Tehát annak látszani kéne a műhold felvételen, ott van az út, ahol hozták a követ. Ott a kőbánya, itt a piramis, útnak kéne lenni. Vagy így, valahogy útnak. De nincs. Hát ott van, Dél-Amerikában bazi nagy kövek fönt a francba olyan helyen, hogy ilyen meredek hegyoldal. Most ilyen 200 tonnás kő, ne hülyeskedjetek, mivel húzták föl? 40 autódarúval nem lehet oda fölhúzni, hát olyan őrült, 40 ilyen sok tonnát megemelő autódarúval nem lehet oda fölhúzni, akkora kődarabok, és ez ott fönt van. Hát persze szépelegnek meg leléptek, amikor válaszolni kellene, mert műszakilag fogalma nincs, hogy van ott. Egyébként öntötték azt is, öntötték. Érdekes, hogy amelyik ilyen domború, az Dél-Amerikában nagyon gyakori, az valami őrületes anyag volt, nem tudom, hogy milyen, de ilyen nagyon szívós anyag volt, és abból ilyen ládát csináltak. És akkor abba beleöntöttek olyat, mint a beton. Csak más köveket raktak bele, szóval nem kavicsot raktak, mint mi szoktuk, hanem ilyen mindenféle hulladékot, követ, mindent raktak bele, és akkor azt kiöntötték. És akkor az nagyon gyorsan megkötött, és ilyen domborúak lettek az oldalai, azért érdekes a köveknek. Jutazsák. Jutazsák. De a jutazsák nem bírja meg a tonnás erőt. Tudod? De ez valahogy, igen, valami olyasmi volt. Aztán lerohadt az róla. Lerohadt róla, de nincs közte még akkora rés sem. Tehát nincs. Az valami olyan, mint egy ilyen nagyon vékony fólia lett volna, ami elbomlik. Valami olyasmi. Ami elbomlik, és tényleg olyan vékony, a zsilletpenge olyan vékony. Tessék van csak. Azért... újítják fel úgymond a piramisokat, hogy a következő világkorszakra, tatarozás alatt, vagy akár után újra tudják hangolni a naprendszer? Hát ugye a piramisokat pontosan a naprendszer hangolására csinálták, és egyáltalán nem a fáraókat temették bele. Tehát, hogy a bolygókat arra lehetett helyezni, meg a holdakat, meg egészen semmi köze nincsen ahhoz, amit mondanak. Tehát tényleg semmi köze. Volt értelme, öntötték, erre képi bizonyítékot tudok mutatni, tehát ez most itt nincsen, de van olyan kép, majd megkérdezem a fotó készítőjét, hogy megmutathatom-e, hogy a kő lehullott, lemállott róla az a kötőanyag, és ott kilóg a benne lévő kövek, kődarabok, ott vannak benne. Tehát nem egy nagy mészkő tömbről van szó, hanem öntött valamiről. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan technológia, hogy lehet, hogy más bolygókon is vannak piramisok? Biztos, hogy van. A Marson már biztos, hogy van. A Holdon is van. A Holdon. Na de a Holdon légüles tér van. Ott nem húzhatta a rabszolga a követ. Tehát itt kezdődnek a rettentő nagy bajok, és ezért nincs, nem is beszélünk, hogy elmenekül előle.
Hát ez, de jó, hát egy darabig el lehet menekülni, tudod? De mint itt a ellenzéki politikusok, hogy ennek a tévének nem, ennek nem nyilatkozunk. Tehát menekül, nem mond semmit, nem érek rá, fölteszi a telefont a fülére, azt úgy sem, ha telefonálna. Beszalad az italboltba. Beszalad az italboltba. Szóval jobbnál jobb ilyen hülyeségek vannak, úgyhogy persze, mert először is nem tud beszélni, másodszor nem tud helyesírni. Nehogy azt hitt, hogy ez nem előny. Te azt gondolod, hogy ez nem előny? Ez közülünk való. Tehát az, aki a szava, átlagszavazó, amiből sok van, bocsánat, az azt mondja, hogy ez olyan, mint én se tudok helyesírni, a gyereknek se tudtam segíteni. Na, tehát szimpatikus emberek, hogy olyan csetlogok, mint én. Ugye a közülünk való, ez a közülünk való. Ez egy nem veszélytelen történet, csak figyeljetek rá. Most megpróbálja a most kormányon lévő emberek megpróbálnak logikával érvelni, de ezt a logikát nem értik. Tehát ő nagyon korrekt dolgot akar mondani, és nagyon logikusan is. Jót mond, csak egy nagy baja van, nem értik. Ez olyan, mint az orvosok nyilatkoznak, és minden harmadik szava latin. Nyilatkoznak a tévébe. Na most bocsánatot kérek, egy átlagember nem ért ebből egy kukkot se, hogy őt mit hadovál össze. És akkor ő nagyon szakmai, nagyon, nagyon ott elmondja, de bocsánatot kérek, hát nem értik. Lehet beszélni mindenféléket, de nem értik. Lehet, hogy orálisan, vagy nazálisan, mit tudom én, akarok valamit elmondani, de bocsánatot kérek, ezt már nem értik. Mert egyszerűen a tudásában nincs benne. Az átlagembert olyan mértéktelenül lehűítették, hogy alapdolgokról nincs fogalma. A teljes alapdolgokról már nincs fogalma. És azt mondja, hogy őt nem is érdekli, meg nekem nem volt erre pénzem, meg én nem járattam olyan iskolában, mindig ezt a hülyeséget nyomják, de mindig. És bocsánatot kérek, mennyibe kerül egy éves tagdíj mondjuk a könyvtárba? 500 forint. Két korsó sör, vagy három korsó sör. Érted? Most mi az, hogy nem nincs neki rá pénze? Ez egy hazugság. Korsó sörre van, mi? Tehát van neki rá pénze. Ő nem tanult nyelveket, mert az apja, meg az anyja, meg a össze-vissza hadoválnak. Tudod, miért nem tanultál nyelveket? Mert egy lusta disznó vagy. Azért nem tanultál. Tehát ha egy kicsit is szorgalmasabb lettél volna, bemész a szutyok izébe, a könyvtárba, kazettáról meg tudod tanulni jól a kiejtést. Kazettár, kihozod, akkor még kazettás magnók voltak. Már megtanulhattad volna. Hát most DVD-n vagy CD-n kihozhatod. Ingyen. Aki nyelvet akart, ingyen adok neki szótárat. Ingyen. Átküldöm neki interneten a szótárat. Tehát ez nem probléma. Mert ő nem jut hozzá meg, neki nem adatott meg, ezért menekül előle, mert lusta volt, és ne akarja beismerni, hogy ő maga hibás lenne. Inkább belehal. Hát azt nem fogja elismerni, hogy ő hülye, nem tanult, lusta volt. Azért bukott meg, mert mindenen járt az eszé, csak a tanuláson nem. És nem azt jelenti, hogy én sosem buktam meg, hozzáteszem. Ő hibázott kívül. Hát nem egészen, mert lehülyéztem a magyar tanárt. Igazam volt, de hát akkor is. Magyarul hülyézted le a magyar. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy latinul kellett volna lehülyézni, sokkal elegánsabb lett volna. Csak én nem latinos voltam, olaszos. A régi főosztályvezetőmet olaszul toltam olyan mindig. De azt tudott olaszul, és akkor olaszul. Többiek nem értették. Köztetek mondtak. De egyszer értették a szomszéd szobában nagy röhögés, amit viccet meséltem olaszul neki. Hallom, hogy röhögnek a szomszéd szobában, jó poén volt, és... Ja, és akkor derült ki, hogy ez a srác is olaszos volt, csak nem mondta. Nem kollégánk. Na, parancsolj! Ennek a szakszövegnek az ellenpólusa, vagy szakzsargonnak az ellenpólusa, kb. 20 éve hallottam, vagy láttam egy ilyen riportot egy atomfizikussal a TV-ben, akitől megkérdezik, hogy hát igazából ezek az atomkísérletek, atomütköztetések hogy zajlanak, tehát hogy hogyan vizsgálják az atommag belsejét. És tulajdonképpen ő lehet, hogy jót akar, tehát hogy az egyszerű proli is megértse, hogy itt miről van szó, és ezt a költői szakszöveget mondta, hogy hát attól, hogyha egy almát meg egy körtét összeütköztetünk, nem biztos, hogy citrom lesz belőle.
Jó, hát igen. Tehát a vala kettő között kellene, tehát ez az egyszerűsítés sem jó, a túlzott szakszöveg sem jó. Tehát igazából, ha valaki ért valamilyen szakmához, valamit kicsit érthetőbben kellene tudni elmondani a dolgokat. Tehát, hát és ez mindenkire érvényes, tehát nem csak az orvosokra, vagy egy csillagászra, vagy egy nagyon jó szakemberre. No, de hanem... nem mindegy, hogy egy embernek mit adsz a kezébe, mert ha például van egy kalapácsod, akkor minden úgy néz ki, mint egy szeg. Ütegetsz vele, hát persze. Hát arra való. Arra való. Nagyon, nagyon alapból le kell mondani. Ugye ezt, amiket én elmondok, néha ilyen csapongó az egész, ugye? Nem véletlenül. Nem véletlenül, mert ha össze lehet rakni, és össze lehet rakni, mert minden fontos részlet benne volt eddig, többször is, csak ugye az, aki a nagy arc, a nagy mellény, az ezt nem fogja végignézni, soha. A nagy mellény ezt nem nézi végig, mert az nagy mellény. Soha nem is fogja megérteni ezért. De az nem nézi végig. Az, aki nagyon szeretne tanulni, és ilyen sok ember van, nagyon szeretem a Gyuri bácsi előadásait, sokat tanulok bele, de tényleg, tényleg ilyenek vannak, és majd mit tudom, olyanokat is elmondok, hogy hogy működik egy kapcsoló meg egy konnektor, mert azt se tudja. Tényleg egyszerű, de nem tudja. Nem tudja, hogy mi a váltáram, mi az egyenáram, nem tud, semmit, tényleg nem tud. Tehát ilyeneket is majd elmondok, hogy hogy lehet egy szöget beverni. Most nem hülyeskedek, nem tudja. Itt volt ezért jutott eszembe az Árpi, akivel itt építettük a kaponát. 200-as szöget vertünk be, ilyen ekkora nagy, bazi nagy szög volt. Ilyen vastag, ilyen kisúnyi szög volt. És a gerendába állt egy ilyen kétszolos pallót, a padlót rászögeltük a gerendákra. Hát, hogy nem mozduljon el, útvédelesek voltak, de ilyen vastag, mi fédereztük meg. Na, mi volt a lényeg, hogy Árpi, én a kisbaltával ding, 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 négyet, ötöt, ötöten benn volt a szög, hibátlanul. Ahány szöget megpróbált, minden görbült neki. Már majdnem sírt. Ja, oda mentem, mit nem tudsz át, visszaütöttem így a baltával, ding, 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 benn volt. Majd elsírta magát, hogy a francba ütöd bele, mert hogy én nem ízétem, sokat vacakoltam vele, a hangjából tudtam, hogy jó ütöttem, vagy rosszul. Hamis hangot ad, amikor rosszul ütsz rá a kalapáccsal. Ezt tudják a kovácsok is. Tehát ott is van, aki az ütemet adja, nem csak úgy ütnek, annak megvan a titka, megvan a titka. Ugye hát a damaszkuszi acél milyen? Tudod, miből lehet jól csinálni? Lázból meg drótkötélből csinálnak nagyon jó. Szamurájkardokat is. Lázból meg drótkötélből, ilyen rossz, ócska, rozsdás drótkötél. Beizzítod, elkovácsolod. Baromi erős kardot lehet vele csinálni, mert ilyen a százszerkezete őrült erős. És ilyet csinálni csak úgy egy vasdarabból nem lehet. És ez szamurájkardokat csinálnak ilyenekből. És akkor gyönyörűen megcsiszolod, és akkor ilyen mintázat lesz. Aj, nagyon szép lehet. Gyönyörűen köszönöm. Na, valami kérdésetek van még? Keresünk valami hallgatóit? Jöhet a hallgatói, persze. Voltak ilyen régi elfeledett hallgatói kérdések. Univerzumunknak mi a neve? Ez egy ilyen rövid kis tömör kérdés. Univerzum. Uh-huh. Univerzum. Világmindenség. Világmindenség. Univerzum. Jó. Univerzum. Legyen egy másik. Originál, az originális atya, ahányszor ideális, nem látok, ahányszor ideális szögben és sebességgel találkozik egy-egy ellentétes spinű anyával, annyi időhurok keletkezik, és minden időhurokból létrejön. Nem. Ez egy tévedés. Nem én írtam. Jó, de az egy tévedés. Azért mondtam, nem. Mondja tovább. És minden időhurokból létrejön egy-egy univerzum, amik fel vannak fűzve az ez atyára. Ez is nem. Mint a gyöngycsor, illetve minden originális ilyen gyöngycsort húz maga után. Ezt a izéből hallottaim, ma beszéltem, hogy az anya mondta, hogy úgy vannak rám felfűzve az univerzumok, mint egy gyöngycsor. Tehát az univerzumok gömbszerűek, és ezek nagy távolságban egymás után egy százszerű univerzumra vannak felfűzve az anyára, vagy az atyára, mert mind a kettőre vannak ilyenek felfűzve. Tehát sok univerzum van. Teremtő az lehet, hogy ugyanaz, de a Szentlélek már nem ugyanaz benne.
mindegyiknek saját szentelke van. Sőt, a bolygóknak is, meg a csillagoknak, meg mindennek. Ez egy fraktálon van, tehát egy szentléleknek a leágazási szentlelkei a csillagokban vannak, meg a bolygókban, meg a holdakban. Ezek újabb és újabb találkozásokból vannak? Tehát ezek a újabb... Igen, de annak az egyik eleme mindenképpen föl van fűzve. És akkor úgy keletkeznek ezek. És akkor ez egy egységes rendszer az egész. Algo Serán mondta nekem, az ide, ez 98 fényévre van, jó messzire van, az mondta nekem, hogy kérdeztem tőle, hogy mit látsz te onnan. És azt mondta, hogy én belőlem szálak indulnak ki, milliárd és milliárd szál indul ki belőlem, iszonyú sok időszál indul ki belőlem, de egy hozzám is jön, ezt mondta. Az a teremtőtől. Hogy egy szál jön hozzá is, amin keresztül ő össze van kapcsolva az összes rendszerrel. Mert a teremtőn keresztül ő bármelyik rendszert eléri. Az olyan, mint egy telefonközpont, ha így veszünk. Ezek közül az univerzumok közül, amik később keletkeztek, mivel ugyanabból az atyából vagy anyából keletkeztek, nagyon valószínűleg tartom, hogy a később keletkező univerzumoknakban megvan ugyanaz a tudás, ami az előző univerzumoknál már ott van. Mindegyiknek más. Két egyforma pont nincs, két egyforma tudású pont nincs. Két egyforma tudású leágazott istenség, mert ezek az istenségek, ezek az leszármazottai az Istennek. Tehát a kerubok leszármazottai azoknak is vannak. Mert a kerubok is vagy férfiak, vagy nők ráadásul, de a harmadik nemű egy sincs. Tehát ezek férfiak, vagy nők. És ezt ők nagyon tudatosan tudják, használják, élnek vele, szóval nem bizonytalanok abban, hogy ők ilyenek vagy olyanok. Eldöntötték nem akar, régen. Eldöntötték már réges, milliárd évekkel ezelőtt. Nincs neki ilyen problémája, hogy most ő micsoda, meg hogy van meg. Nincs ilyen probléma. Pontosan tudják. Most ezek őrült nagy rendszereket vezetnek. Őrült nagy rendszerek, halhatatlanok, őrült nagy. Ez a halhatatlan sem igaz egészen, tehát 1000 milliárd évekig élnek, tehát rettene, emberi léptékkel felfoghatatlan ideig élnek. Itt most azt mondják, hogy 13,6-14 milliárd éves az univerzum. De közben nem. Közben nem. Mert sokkal, sokkal, sokkal régebbi. Abból következtetnek, hogy szétfele távolodik, akkor visszajátszák az egészet, hogy mikor volt egy pontban. Az az ősrobbanási pont, és akkor onnan, és akkor már tudjuk is. De nem. Mert hogy az univerzum állandóan tágul, most is, hogy mégis ugyanakkora. Hát ez lehetetlen, ugye? Ha tágul, akkor nagyobb. Hát még nagyobb, meg még nagyobb. Nem, mert hogy egyforma nagy, csak bentről kifelé állandóan áramlik az anyag is, az energia is, megy kifelé a felület felé, ott nem megy tovább. De az időszálak visszapattannak, mindig visszamennek a kezdőpontra, és kezdik elő, tehát új anyag keletkezik, új energia keletkezik, itt fölragad egy csomó, aztán el is tűnik belőle. Tehát az energia meg tud szűnni, az anyag is meg tud szűnni. A kavitációnál megszűnik az anyag. Egyszerűen megszűnik a kavitációnál, hiányzik a létezésből. És azon lehet tudni, hogy én igazat mondok, hogy amikor nagy mennyiségű anyagot kavitálnak egyszerre valamivel, akkor mindig lépést vált a Greenwichi óra. Tessék megnézni. Mert időanomália lép föl. Mert azzal, hogy én felrobbantok egy cárbombát, ahol rengeteg anyag is megsemmisül, nem szétrobban meg, nem. Először szétrobban, és utána a középen egy bazi nagy vákum lesz, egy ugrásszerű vákum lesz, abban a pillanatban olyan vákum buborék keletkezik ott, mint egy csoda, nagyon nagy energiájú, és hogy nagyon nagy, a Kazimir effektus lép föl, összecsapodik, és őrületes nagy mennyiségű energia szalad szét, mert ami ott van anyag, az mind eltűnik a létezésből. És ezért... Kettős robbanás akkor mondjuk? Hármas, négyes robbanás. Ilyen már egy ócska pisztolylövésnél is van, csak nem agyilag nem követik le. A villámlásnál is megvan ez a kovidáció. Villámlásnál ugyanaz megvan, ott is tűnik el. És már az mekkorát csattan. Azért durran olyan bazi nagyot, mert eltűnik a létezésből, oda beáramlik a helyére
a levegő, igen ám, de abban a pillanatban, hogy ekkora nyomásugrás van, abban a pillanatban megint egy durranás, megint egy durranás, megint egy, a végén aztán elül, de azért mondtam a pisztolygőt, víz alatt belelősz a pisztolygóval a vízbe, egy medencével meg lehet csinálni, pisztolygójó, belelősz a vízbe, és lefilmezz egy gyors kamerával. Azt fogod látni, hogy megy a golyó, és mögötte egyszer csak ilyen vákuumbuborék, mert szívja maga után a golyó, ahogy megy kifelé. Nem csak a gáz, ami kilőtt a lőporból, nem. Fölpukkad, aztán összeesik. Megint fölpukkad, megint összeesik. És mindig felvillan. Vagyis akkor ott fényszabadul ki, ha meg sem is ült, ezért motogattuk be olyan sokszor a pisztolyrákot. Mert a pisztolyráknál már nincs robbanóanyag, már nincs semmi. Ugye? Ott a pisztoly. Az csak ki az olóját, ki akasztja meg, elsüti. És egy olyan vákum buborékot tud kilőni, amivel le tud lőni egy ellenséget. Tehát egy halat, egy rákot, egy akármit. Tehát a kaját össze tudja vadászni. Van több ilyen a tengerben, több ilyen van. Kattognak, onnan lehet tudni, ezek nagyon kattognak. Imádják a szonárosok, imádják. Mert ilyen őrült nagy kattogásokat ad. Tehát ez egy mini atomrobbanás. És őrült nagyokat kattan a víz alatt. És ugye akik hallgatják, hogy jön-e valami hajó, meg tenger alatt járó, meg mit tudom, és hallgatják a szonárt, és akkor ez egy olyan bim, mint a fülbe lőnék, hogy akkora pofot lenyomnának neki, és akkor cseng a füle egy csomó ideig. Mert nagyon, ezek ilyen nagyon kiegyezett. Ott van, lehet látni. Mert most nagyon jó volt ez a pisztolylövés. Vagy puskalövés, ez géppisztoly speciál. Köszönjük ott? Igen. Jó, és mi? Én még Kalosnyikóval sose lőttem, dobtárossal már lövődöztem. Dobtárossal lövődöztem. Én azzal lőttem, hogy Serebolzol Kalosnyikóval. Tanítottam a munkásőröket szélba lőni. A szitával lőttem nekik a dobozt, amit el sem találtak. A foszlánnyal lőttem szét nekik a dobozt is. Tanítottam szélba lőni. Olyan mérgesek voltak az öregek, hogy legyen. Nem tudja eltalálni, nem szórakozom. Na figyelj, szitával lőttem a doboz, ilyen izé lett, ilyen foszlányok voltak csak. Ilyen tudod, ilyen rossz májkonzerves doboz, meg mit kiraktak, és arra lőttek szélben. Itt a hármas határjegyen gyakoroltak. Igen, ilyen homokbányának. Tehát a víz alatt lősz, nagyon érdekes jelenségek lépnek föl. Ott is van kavitáció. Villámlásnál van kavitáció, vagy például propellereknél, motorcsónak propellereknél is van kavitáció, meg is eszi a hajócsavart, megeszi. Mondtak, hogy igen, mert az iszap, meg a homok van az iszap, és akkor ilyeneket próbáltak mondani. Olyan gyönyörű félgömbölyű gödröcskék vannak rajta, a mikroszkóppal megnézed, gyönyörűen látszik, hogy ilyen teljesen szabályos kis félgömb alakú gödröcskék vannak, abba kis fél milliméteres hatáskörzet, de golyostól golyó fele, olyan, úgy néz ki. És akkora kis gödör, ilyen milliméternél nem igen nagy. És nagyon-nagyon szépen lehet látni, hogy tükröző felületű a gödör. És bocsánat, a homokszem nem eszi meg tükröző felülettel. Tehát mondanak valamit, de nem gondolják végig. Ilyen professzorokkal beszélgettem, és mondom, de hát miért mondod, hogy homok? Hát láttál te már ilyen homokot, hogy hogy eszi meg az anyagot? Hát az ilyen mattüveget csinálnak vele, igen, meg, hat, ugye? Hát de ne hülyeskedjél már, hát az nem csinál tükröző felületű fénylő kis gödröcskéket, nem csinál. Kavitáció meg olyat csinál. Van ilyen valami medúzaszerű is, ami kavitációval öli meg az ellenséget. Tehát rálő egy ilyen buborékot, egy ilyen vákumbuborékot, ami ott eldurran, úgy lövi, hogy ott durranjon el. Vagy valami tintahalszerű, vagy mi? Valami tintahal is van. Tintahal, igen. Van. Több is van, aki kavitációval vadászik. És működik. És bizonyítja azt, hogy nekem igazam van, hogy nagyon széles spektrumú rádiózavarokat, meg tévézavarokat, meg mindenféle zavarokat kelt, elektronikus zavarokat kelt a villámcsapás. Azért, mert ott egy teljesen sztohasztikus, véletlenszerű frekvenciák szabadulnak ki, amikor ez a villám lecsap, a villámcsatornába először fölmegy, lehevül, aztán hirtelen lehűl, megint föllevül, lehűl. Tehát nem kell, hogy a nyomás
5 atmoszféra a nyomásugrás már bőven elég a kavitációhoz. 5 légkör. Azaz, hogy a este, amikor spriccelsz a slagoddal és pufog, az is kavitáció. Tehát nem légbuborékok. Locsolod a virágokat este, nem légbuborékok. Meg lehet nézni, hogy nem légbuborékok. Mert hogy egy üvegcsövet beiktat, az nem megy légbuborék. Skattog. Igen. Mert amikor kijön a kisebb nyomásra, akkor ilyen kavitációs buborékok keletkeznek. És hogyha ezt sötétben, jó kamerával sötétben fölvennék, akkor fényfelvillanásokat is látnál bizony. És az bizonyítja, hogy nem arról van szó, amit nem tudom magyarázni. De jó, hogy ezt tudjuk, hát ennyi, jó, hogy tudjuk, és most már tudjuk, hogy hová tegyük, aztán kész. A kavitációval rengeteg energiát lehet felszabadítani, az a atombomlásokkal, meg a fúzióval ipari tanulók nem lehetnek. Csak a hátulütője az, hogy időanomáliákat okoz. Tehát időzavarokat hoz létre. Megbontja a szövedéket, tehát az atom... Megbontja a szövedéket, igen. Eltűnnek időforrások, és ezért a Greenwichi atomóra lépést válsz. Biztos, így van. Biztos, hogy így van. Nagyon érdekes, Győri bácsi. Ilyen kutatók mondták nekem, hogy figyelték az atomórákat, és akkor ők nagyon hajtottak, nagyon dolgoztak, akkor elkezdtek lépést váltani az atomórák. Nem csak a Greenwichi, hanem van több. Tessék, parancsolj. Az explózióról, tehát a bomba robbanásítól teszem az implózió, tehát az összehúzódás. Volt egy, most nem tudom, hogy angol vagy valamilyen föltaláló, akinek olyan autója volt, mint John, nem tudom, most nem ugrik a neve, aki tulajdonképpen egy ilyen rendes bejességésű motort alakított át, úgy, hogy beindította, és utána tulajdonképpen nem adott neki üzemanyagot, és gyakorlatilag, mintha levegőben ment volna a motorja, de összehozódással. Megcsináltuk. A Fordnak csináltuk egy 4 literre ment 100-on. 4 decibel. Vagy 4 decibel, bocsánat, 4 decibel. Jól javítottak. 4 deciliterre ment 100-on. Igen, de azért mindig égés, tehát tágulás. De ez összehozódással. Ment az mindennel, vízzel, pisával, mindennel. Lehet, van egy jó sztérling. Ment mindennel, higgyétek el. Levegővel is ment. Ha belefokuszálom, mondjuk egy jó kis kadmium lézeren volt, belefokuszáltam csak úgy maga előtt a levegőbe, akkor ott egy felvillanás volt, és egy nagyot pukkant. Tehát kavitáció. Tehát adtam egy ilyen impulzust, akkor egy nagyot pukkant. Ilyennek kell az autókat gyújtani, és akkor lesz az jó. Hát, kevesebb lenne a CO2 kibocsátás is, a fogyasztás is. Ez egy jó kis perpetuum mobile. Ez egy hőerőgép. Ez a Stirling motor. Stirling motor, ez hőerőgép. Igen, de nem, ez nem erre gondoltam. De jól bizonyítja, hogy csak egy nagyon kicsi hőkülönbséggel is lehet energiát létrehozni. Ez fényel? Tehát ez... Nem. Fényhő. Infratartom. Hőkülönbség. Ráteszi egy meleg vizet pohárra. De látom, hogy ott, hogy 36 fokos számítógép tetején elindult. Igen, megy. Igazából csak méretezés. Egy lentkerék, dugattyú, kész, működik. Pici munkát is tud végezni. Talán. Hát ez tud pici munkát használják. Használják a Stirling motorokat ott, ahol a Hulk működésre van szükség. Hallottam olyanról, hogy ilyen nagyon rá akartak dolgozni a szabad energiás izére, és akkor ilyen hőcserélős izét csináltak, na fenében mondják már, nem tudom értelen. Talajfűtés, mondjad már. Hőszivattyú. Hőszivattyú, na, hőszivattyú. Az nem jutott eszembe. Na, hőszivattyúnál tulajdonképpen arról van szó, hogy a talajba befektetsz ilyen csöveket, és akkor de ilyen 2 méter mélyen beásod a kertetbe, és akkor van egy kis szarszivattyú, az angolok csináltak olyat, hogy 100 wattos volt az egész, és működtette, fűtötte vele az egész 100 watt, az a 100 wattos. A klíma is egy hőszivattyú, csak a levegőből veszi ki a hőt. Úgy van. Csak kútból is szokták, hogy leteszik ilyen, mélyre ásnak egy kútba, és akkor abból veszik, a kútból veszik, mert az a hőmérséklet elég stabil, mert egy nagy tömegű, a stabil hőmérsékletű közvet van körülötte. És azt a kutat föltöltik kővel,
és akkor az alján mindig 10 fok van mondjuk, és akkor igen, de az az érdekes, hogy télen is 10 fok van, meg nyáron is 10, plusz 10 fok van. És akkor ezt hőszivattyúval lehet variálni úgy, hogy rendesen 40 fokos a radiátorod, vagy 50 fokos, lehet variálni úgy. És akkor fűtöd vele a házadat, csak egy kis vacak szivattyú állandóan áramoltatja, és mint a hűtőszekrény. A hűtőszekrény hátul melegszik, belül hűl. De ugyanaz történik. Csak a hűtőszekrénynek ezt a részét most nem így függőlegesen állítólag kifektettem a kertbe. A rácsot hátul. A rácsot, és akkor fűtöm vele a kertet. Ha fordítva csinálom, hogy a nagyobb átmérőjű csövet teszem oda, és a kisebbet ide, akkor itt fogom fűteni. Így működik, mert ha hirtelen kitágul, akkor lehűl. A hűtőszekrényben az van, hogy kitágul, és akkor hirtelen a csőnek a keresztmetszete megállt, kis kitágul abban a pillanatban, ott le is hűl. Atom a intercooler hűtő így működik. Több levegő hűtő, és ezáltal nagyobb lesz a teljesítmény, még jobb lesz az éges. Mert több levegővel égeti el a motort, mert nagyobb lesz a térfogata. Igen, ezek hasznos találmányok, igen. De ennél még sokkal hasznosabbakat is lehet csinálni. Tehát lehet szabad energiát. Tehát vigyeljetek rá, a YouTube tele van ilyen szélhámossággal, föltalálják a villanymotort, a generátort, és kérják hozzá, hogy szabad energia, hogy őket nézzék. Mert ezt beírja, hogy szabad energia, free energy, akkor mindenki, lábukék, és mindjárt 1 millió nézője van. És akkor kiderül, hogy hát ez egy föltalálta a villanymotort. Ez meg föltalálta a generátor. Szóval ilyen hosszabbítót, és akkor hosszabbítót, beledugja, rászikráztat, és a csalások is rengeteg van. Átverés, mert hogy nagyon dolgoznak azon, hogy ne legyen kedve senkinek ilyen találmányt csinálni. Ez nagyon fontos. Azon dolgoznak, hogy te, neked elmenjen örökre a kedved. Megvedd a drága üzemanyagokat, a drága mágneseket, vagy a drága valamiket, és akkor megcsináltad, akkor szar lesz, persze nem működik, átverés az egész, de te megvetted is. Akkor elment a kedved, soha többet nem kezdesz hozzá. És nagyon kevés olyan feltaláló kedvű ember van, aki aztán nem nyugszik, és mégis csinálja. Több ilyen barátom is van, ilyen veszettőrültek. Ezek mind veszettőrültek, de mind csináltak valami nagyon nagyszerű dolgot. A garázs tuningból szabadul ki a tudománynak a nagy ellensége, a tudás. Az akadémikus tudásnak a nagy ellensége. A repülő levegőnél nehezebb tárgyak soha nem repülnek, ugye? A vadkacsa ennek ellenére repült. És a levegőnél sokkal nehezebb egy vadkacsa, essen csak a fejedre, amikor lelődik azt a rájössz, hogy nehéz egy ilyen vadkacsa. Mondja. Van még 3 percünk, és a végére hoztam egy cikket, egy kis színes, és hát valahol kapcsolódik témánkhoz, egyik témánkhoz. A cikk címe: emberiség nincs egyedül a világegyetemben, mondta NASA a vezetője. Úgy gondolom, hogy az emberiség nincs egyedül a világegyetemben, nyilatkozta a NASA igazgatója Bill Nelson, miután megtekintette a Pentagon UFO jelentését. Miért kötelezték most erre a Pentagont? Lehet, hogy valami várható a jövőben, amire akarnak készülni? Igen, most az elterelő hadművelet, a következő az lesz, hogy most a Földet megtámadják a Földön kívüliek. Az lesz a következő. Persze nem kellenek ahhoz nagyon Földön kívüliek, hogy megtámadják. A másik meg az, hogy itt a Földön is, vagy 10 000 számú ilyenek Földön kívüliek. Aki egyáltalán nem úgy néz ki, mint mi. Tehát ha találkoznál vele az utcán, összecsinálnád a gatyádat. Annyira nem úgy néz ki. De itt élnek a Földön. Útlevelük van, minden van. Nem járkál kint a városba. Vagy ha járkál, akkor összecsinálja magát mindenki. Hát, hogy valami átszázást csinálnak esetleg, nem? Hát átszázást csinálnak, de nem járkálnak ezek ilyen, csak ilyen kis vizéken, zárt helyeken kavarnak. Vannak ilyen szigeten, mit tudom, és akkor ott odaadnak nekik egy szigetet, és akkor berendezik, megcsinálják, úgy csinálják, hogy ne lehessen kint nagyon lefilmezni, lefényképezni. Köd, veszik. Hát valami védelem van, és akkor kész. Ez ilyeneket csinálnak. Igen, hát ha a NASA-nak a vezetője már azt nyilatkozta, ugye, hogy biztos vannak Földön kívül ilyen. Nem, azt nyilatkozta, hogy szerinte nem vagyunk egyedül. Szerintem. Na most még nem ment nyugdíjba. De majd megy. Az van, hogy hát azért én már hallottam a kanadai hadügyminisztert nyilatkozni, hallottam az orosz elnököt nyilatkozni. Nem hazudik, az figyeld már, ne vieskedjél már.
nem hazudik az ilyen semmi újságíróknak, nem hazudik. Ez, annak annyi pénze van, annyi élete van, nem kell neki hazudni, hogy jól megéljen. Hogy kapjon 5000 forintot egy cikkért, úgy gondolod, vagy 100 000-et, most teljesen mindegy. Hát nem, ennyire nem hazudik, mert az bebukik, akkor nagyot esik pofára. És ez a lényeg, hogy ezek pontosan tudják, láttak, találkoztak földönkívüliekkel, így. Most egy kicsit jobban megnézed az egyházunknak a neve, amit úgy lelöktek az útszélére, Univerzum Egyházon. És ha megnézed az alapító okiratunkat, akkor benne van, hogy mi mindenkinek kiszolgáltatjuk a szentséget, tehát lehet házasodni, keresztelkedni, stb. Temetést. Mindenkinek kiszolgáltatjuk, bárhonnan érkezett az univerzumban. Ez benne van az alapító okiratunkban. És aláírta a minisztérium. Talán el sem olvasták. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Innen folytatjuk, jövő héten is leszünk azért. Mi majd meglátjuk. Mert nem sokára most a tábor lesz. Ha valaki be van oltva, még jöhet a táborban, szerzünk neki vagy helyet, meg lesz kaja is, minden meg lehet csinálni. De gyertek, ha be van oltva, gyere a táborban. Nem szeretnénk kockáztatni a bent levő gyerekeket, meg öregeket. Nagy arcoskodással, mert én nekem ilyen havisított izén van, meg olyan. Ez engem, minket nem szórakoztatta el. Ő neki lehet, hogy ez most valamilyen partizán akció, de ez nálunk nem futja. Tehát lehet jönni a táborba, szívesen látunk titeket, csak előadásra is be lehet futni, oda is kell bemutatni az 5 kártyádat, ha jössz, jöhetsz, szívesen látunk, van napi egy, napközben is lehet jönni. Jó szokott lenni, hát ez már 42. tábor, már van egy kis gyakorlatunk benne, úgyhogy remélem, hogy most is nagyon jó lesz, mint ahogy eddig, mindig nagyon jó volt, és gyertek, lehet jelentkezni, megtaláljátok, ha beírod a nevemet, a keresőbe, azt megtalálsz engem, nagyon bénának lenne, valaki nem talál meg. Telefonszámot, mindent megtalálsz. Univerzum Egyháza, beírod, és akkor megtalálod a telefonszámot, levélcímet, mindent. Beírod azt, hogy ateista, akkor megtalálod ezeket a filmeket, stb. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten is találkozunk, vasárnap is. Köszönöm a figyelmet.